Sziasztok, Charlie vagyok, és ez itt az ECIGI tesztek. Ebben a videóban nem fogok bemutatni konkrét terméket. Ez a videó azért született, mert van egy fórumtársunk, nevezetesen Kúzi, aki felajánlott nagylelkűen nekem, illetve nektek egy szeretett csomagot. Az előző videók egyikében megismerkedhettünk Kúzi legújabb fejlesztésével, a Kúzi Next moddal. Most én az előző szériát is teszteltem, kompletten az egész portfóliót, ami nagyon sok mindenből állt. Megkérdeztem Kúzit, hogy amikor megkapom az új Next-et tesztre, mi legyen az előző darabok sorsa. Most ő azt mondta nekem, hogy ő ezt szeretné jótékonyan felajánlani, találjunk ki valami körítést hozzá. Az lett a végső történet lényege, hogy meghirdetünk egy játékot. Meghirdetünk egy játékot én, mint ECIGI tesztek üzemeltető, vagy cikkíró Charlie, és a Villanypára Egyesület közösen. Beszéljünk először a játék céljáról. A játék célja az, hogy ismerjük meg kicsit jobban hazánk fiait, akik ilyen remek kis modokat készítenek nekünk. Ezért Kúzi támogatása képpen azt mondom, és ez már az én nagy szüleményem, hogy egy ilyen kis kalandjátékra hívlak benneteket. Több lépcső, több állomás, több feladat, viszont a feladat végén nyeremények lesznek, nem is kicsi értékben. Ahogy összeszámolgattuk, piaci értéke ezeknek a nyereményeknek összesen körülbelül 85.000 forint. Mit tartalmaz ez a nyeremény? Kezdjük a második helyezéssel, mert hogy kettő, azaz kettő nyertes lesz a játék végén. A második nyertes, az kapni fog, teljesen ingyen, egy darab Kúzi 5-10-es csatlakozóval szerelt, akár két fűtőszállal is beüzemelhető Genesis típusú kazánt, és mivel Kúzi is úgy van vele, meg én is, hogy hát azért ez a saját módján a legszebb, ezért a teljes portfóliónak az egyik darabját, ami egy 18-500-as cső, és a hozzá kapcsolódó elemek, tehát az 5-10 csatlakozó és a talpkapcsoló, ezt fogja megnyerni kompletten a második helyezett. Így, ahogy van. 18-500, 5-10-es csatlakozó és az 5-10-es Genesis típusú kazán. Nem rossz, mi? Na, nézzük akkor, hogy mit fog nyerni az első helyezett. Az első helyezett jutalma nem lesz más, mint egy Megatron típusú Genesis kazán, a hozzátartozó 18650-es csővel, és a talpkapcsolóval, illetve egy 18350-es cső, ez a kis picurka, és ez a Megatron típusú RBA kazán ezzel a felállással. Értelemszerűen neki nem lesz két kapcsolója, hiszen egy szájunk van, egyszerre csak egyet tudunk szívni, de a másik csövéről bármikor rárakhatja a kapcsolóját. Tehát az első helyezett jutalma
ez a komplett set lesz. Megatron, Megatron, RBA, Genesis, 18350, 18650 és egy darab talpkapcsoló. Szerintem nagyon nagy lelkű volt Kuzi ezzel a felajánlással. Mi pedig úgy voltunk a Villanypára Egyesülettel, hogy ha már ilyen nagy értékű a felajánlás, akkor legyen mögött egy kis munka is. Tehát arra szeretnélek most titeket kérni, hogy először is olvassátok el az elcigitesztek.hu-n a megfelelő bejegyzést, ami ehhez a videóhoz kapcsolódik, és a bejegyzésben szereplő feladatok végrehajtására szeretnélek kérni benneteket. Nem kell nagy feladatokra gondolni, nem kell körbefutni a háztömböt. Az első feladat az az lesz, hogy nézzétek meg az új, be fogom linkelni ezt is, az új Kuzi Next bemutató videóját, és találjátok meg a videó alatt véletlenszerű időpontokban, véletlenszerű helyeken elhelyezett betűket. A bejegyzésben le fogom írni, hogy hány betűt kell megkeresnetek. Ha ezeket a betűket a megfelelő sorrendben, tehát nem sorrendben fognak felvillanni a betűk a videó alatt, ha megfelelő sorrendben a betűket összeolvassátok, és a vaper.hu per után beírjátok, akkor a Villanypára Egyesület megfelelő oldalára fogtok jutni, és a további feladatokat ott fogjátok megtalálni. Annyit szeretnék kérni, és ez nem parancs, csak kérés, hogy lájkoljátok be az elcigitesztek.hu weboldalnak a Facebookos oldalát, teljesen egyszerű megtalálni, fönt van az elcigitesztek.hu-n is egy kis Facebook gomb. A Facebook az erős kapcsolódási pont lesz a játék során, tehát aki nem tagja még a közösségi oldalnak, az akár most meg is teheti, hogy regisztráljon, és a továbbiakat meg fogjátok tudni mind a mostani videó alatti leírásból, mind a videókból, illetve a vaper.hu oldal megfelelő aloldaláról, ami, ahogy az előbb is említettem, a videóban található betűkből összerakva, a helyes sorrendbe téve egymás után beírjátok a böngészőbe, és meg fog jelenni az oldal. Én úgy gondolom, hogy ez lesz az utolsó, hogy elmondom, hogy mennyibe kerül ez az egész, így ahogy van. Ez a set így 85 ezer forint volt, amíg lehetett kapni piaci áron. Úgy érzem, ez megér egy kis fáradtságot, nem kerül semmibe, a játék amúgy is gyönyörködtet, úgyhogy mindenkinek kívánok sok szerencsét, sok sikert, kettő ember nagyon fog örülni, remélem, hajrá!